Jó reggelt kívánok, köszöntöm az ATV nézőit, folytatjuk is a Startot. És ahogy azt ma már említettem önöknek, a tavaly év végén 82 éves korában elhunyt Pelére emlékezünk itt a Start végén. A fekete gyöngyszem, a futball királya, az utánozhatatlan, és még számtalan jelzővel illették Pelét, aki meseszerű felemelkedése során ugye a poros kis brazil városból egy igazi futball legendává vált, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. És bevallom őszintén önöknek, hogy bár szerintem a koromból kifolyólag ezt talán sokan sejtik, hogy én ugyan őt már nem láthattam a pályán játszani, azonban azt gondolom, hogy mai vendégünk itt a stúdióban nem csak könyvekből és filmekből fog tudni az ő nagyságáról emlékezni, hanem akár személyes tapasztalat útján is. Hegyi Iván sportújságírót köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó a feltételezésem? Igen, hát egészen különleges alakja volt a, hát nem csak a futballnak, hanem szerintem az a világtörténelemnek. Hajlok rá, hogy ő volt a legnagyobb. Azért merem mondani, mert a legnagyobb brazil válogatottak legnagyobb egyénisége volt. Tehát, hogy olyanok között játszott, mondjuk 58-a, mint Jana Santos, Nilton Santos, Didi, Vava, Zagallo, ezek egyenként is korszakos legendák, és aztán 70-ben olyanok között, mint Clodoaldo, Gerson Rivelino, Jairzinho, Tostao. Hát, hogy más nem mondjak, 70-ben 5-10-es játszott a brazil válogatott, amíg a 10-est ugye mágikussá tette Pelé, de az 5-10-es, aki a klubjában 10-es volt, tehát Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivelino és Pelé. És ebből is ki tudott ragyogni. Tehát a Rivelinohoz képest kiragyogni az, ami óriási, és hát senki más. És ez a ragyogás, ez mind múlhatott? Tehát szeretünk tényleg megemlékezni arról, hogyha valaki egy Isten adta tehetség, egy ős tehetség, de azért nála nem csak ezen múlott, nem, hanem a rengeteg gyakorlás miatt. Például Tamás, hogy erről beszéltünk a háttérben, az, hogy ő ott volt a pályán, az édesapjával hogyan készült fel, hogy nem tudom, hogy volt-e a karrierjében olyan legenda, vagy akár valós tény, amikor arról hallunk, hogy ő még bőven edzés után is ott maradt a hétvégén, az ünnepnapokon, tehát, hogy a hozzáadott értéke is ennyire meghatározó volt? Hát az az igazság, hogy a többiek is ugyan, ezek imádták a futball. Tehát ugye ezeknek a passziójuk volt a futball. Az egész mozgásuk a játék örömét közvetítette. Azért bolondult bele az egész világ a brazil futballba. Mondok valamit, 2006-ban én annyi német és brazil zászlót együtt nem láttam sehol soha, minden ablakban, pedig a brazilokhoz látszólag semmi közük. De átértem a londoni Wembleybe olyat, hogy kijött az angol-brazil meccsre egyedül az angol válogatott. Hol vannak a brazilok? És bemondták, hogy hölgyeim és uraim, a világ legjobb csapata, és másodszor. Tehát igen, tehát ez egy nagy gesztus volt persze az angoloktól, és akkor jöttek kézenfogva, már az is kijön kézenfogva ma már, mint az óvodások. És a Pelé ezek közül, mondom, kiragyogott, tehát a Zagallo is kimaradt, a Rivelino is kimaradt, ezeknek nem kellett mondani, tehát a Rivelino önmagában zseniális volt. És, de mégis az a, ja, és a 70-es csapatot. Amelyik hát lenyűgözött. Azt azért hozzá kell tenni, hogy brazil verőkön nőttem föl, tehát Albert, Farkas, Bene, Mészöly. Ha egy meccset kell mondanom, persze nem személyesen láttam, de a tévében, akkor a magyar-brazilt mondom Liverpoolba 3-1, ahol ugyan Pelé nem játszott, de ez egy Jairzinho, Gerson, és akiket mondtam, Jana Santos, mindenki játszott. És nem is játszott rosszul, tehát nem úgy volt az, hogy ezek rosszul játszottak, mint meg nagyon fenomenálisan játszottak a magyarok, és mégis 70-ben úgy néztük, mint a Harlem Globetrotters-t, hogy ezek mit művelnek a pályán, és a Pelé volt a vezéregyéniség, a legjobb szervező, a legjobb gólszerző, bár Jairzinho persze 70 már több gólt szerzett, mint Pelé, a karmester, hát a feljátéka, tehát amikor azt mondják bárki másról, hogy minden idők legjobbja, azt kétkedve fogadom, hiszen a Pelé semmiben nem maradt alul senkivel szemben. Tehát nem létezik, hogy valaki bármilyen elebűbb a futballban jobb volt, mint ő. És közben egyetlen háromszoros világbajnoka van a futballnak. Az Pelé, a király. Így van. Igen. Kicsit, én ugye már csak egy filmre tudok emlékezni, illetve abban láthattam mindazt, ahogy ő felnőtt, ugye róla elnevezett értelemszerűen a Pelé című film, és ott sokat emlegették az elején a Jinga életérzést, vagy játékstílus. Én utána néztem utána a filmet követően, mondtam, nem ismerem ezt a kifejezést, mit jelent. De ez egy játékstílus volt, nem, vagy egy életszemlélet? Nem, az a brazil életérzés, a Jinga. Egyébként voltam Pelé házánál, Guarujában. Hát Pelé nem volt otthon, de ha otthon lett volna, akkor se tudok benézni, mert nagyon, tehát mint egy erőd olyan volt.
be azért, hogy ott voltam a kerítésnél, azért, szóval az embert az megfogja, tudtam, hogy tehát, hol jár. Ha jól tudom, akkor önnek van egy személyes erekéje is tőle, nem talán? Nem egy, tőle. Egy aláírás. Egy nagy fotókeretben, és az a, igen, hát bizonyítottam, de van volna tanúsítvány, pedig aláírta, falamon kín van, hát ez már régóta. De hát persze, hát igen. Az is nagyon érdekes, hogy ő, ahogy én is felkonferáltam, nem csak a pályán tudott nagyot alakítani és alkotni, hanem azon túlmenően is, és azt ígértem a nézőimnek, hogy összegyűjtöttem pár érdekességet az életéből. Nem tudom, hogy mennyien tudják, hogy ő például utána volt ifjúsági és sportminiszter is. Hát ezt sem sok futballista mondhatja el magáról szerintem. Azt megelőzően és azt követően sem sikerült ott is adott esetben letennie a mérföldköveket? Hát én azt hiszem, hogy ez a megbízatása, anélkül, hogy az ő glóriájában bármit elvennék. Nyilván annak a glóriának szólt, amelyet a futballpályán teremtett maga körül. Egyébként alkalmasabb nála, nyilván munkatársai, nem Pelé, nem gondolom, hogy Pelé olyan volt sportminiszterként, mint amilyen futballista volt. Olyan nem tudott lenni, mert akkor, tehát egy sportminiszter nem tud olyan hatással lenni a világon. Le is mondott ő aztán erről. Hát, de nem soká, azt hiszem 3 évig volt sportminiszter, de hát mindegy, mert mindennek kinevezték. Hát ugye a legszebb az, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az évszázad sportolójának választotta 1999-ben, noha egyetlen olimpián soha egyetlen percet nem töltött. Sőt, 1960-ban az év, úgy lett az év sportolója, ugye, amit nem a futballistáknak adnak, hogy megint csak, hát nem volt a 60-as olimpián se vett részt, mint hogy egyiken se. Tehát a hatása az túlnőtt. Tehát mágikus, tehát tényleg az, hogy a 10-es mezt mivé tette. Tehát belőle ered, egyébként véletlenül kapta. Azt nem tudom, tudja, ezt hogy a 58-ban a brazilok nem adták le a szám szerinti nevezést, és egy uruguayi ember találomra írta be, majd nézze meg, azt hiszem Garincha 11-es volt, különben jobb szerint, és a Pelének véletlenül 10-est adtak. Nem, azt hiszem a Zsil már 3-asba védett, szóval most nem tudom pontosan, de nem 1-esbe. Tehát össze-vissza írt egy uruguayi FIFA alkalmazott, és véletlenül a Peléhez írta a 10-est, és a 10-es legendája aztán, hát ebből fakad, és Pelé. Hát azért hozzáteszem, hogy egy 17 éves gyerek a negyed döntőben győztes gólt rúgott 1-0 Wales ellen, az elődöntőben 3-at a franciáknak, 5-2, és a döntőben 2-t a svédeknek, 5-2. Ez azt hiszem önmagában, most gondolja meg, hogy 82-ben Paolo Rossi rúgott ugye 3-at a braziloknak éppen, az utolsó 3 meccsen, 2-t az elődöntőben a lengyeleknek, és a németek elleni döntőben az első, a legfontosabb gólt szerezte. Cabrini kiagyott 11-ese utának. Most a Pelé 17 évesen már megelőlegezte azt, amivel Paolo Rossi, aki egyébként zseniális játékos volt természetesen, amivel Paolo Rossi gyakorlatilag legendát teremtett magának. A Pelének ez a pályafutás egy szelete. Kíváncsi lennék rá, hogy önnek van-e kedvenc gólja tőle, mert hogy ő maga nyilatkozott arról, hogy neki a sajátjai közül egyik, melyik az, és egy érdekes gólt helyzetet nevezett meg, amit egyébként nem tudtak megörökíteni felvételen, de tudom. Ő aztán ilyen 3D-s animációban megcsináltatta. Ez 19 éves korában történt, 59. augusztus 2-án, amikor gyakorlatilag úgy talált a kapuba, hogy nem érintette a labda a földet, és aztán nem. Egy fejes gól volt a végén. 3 embert átemelt, több esernyő volt, esernyő az az átemelős csel a futballszlengben, több esernyő volt, mint Cherbourgban. 3 emberen átemelte, és az üres kapuba befejelte. Ezt én is csak rajzon láttam a Globóban, nem látta senki, hát aki ott volt, látta, egy Juventus elleni 4-0-ás meccsen volt, hát ami pedig az én kedvencemet, amit élőben láttam, az egy csehszlovákoknak rúgott gólja, Zserszon átívelte, és fölugrott a levegőbe, merre vette, együttemet kivárt, amikor a kapus elfeküdt, és beemelte. Még a levegőben együttemet kivárt. Hát hagyta leesni a labdát, tehát a levegőben, de fönn volt a 3. emeleten. Hát Burgnyics fölül fejelte ugye a döntő első gólját 70-ben, és Tarcisio Burgnyics azt mondta, hogy azt hittem, egy húsvér ember áll velem szembe, de tévedtem. És ennél több talán nem is kell. Ugye szomorú a búcsú, de ilyen értelemben azért látni önön is a lelkesedés és az óriási tisztelet és szeretet, ami övezi az ő szemét. Kedden lesz a temetése. Ön szerint zarándok hely lesz aztán a nyugvó helyen? Hát nézze, amikor Garincha meghalt, akkor Rio de Janeiro, ugye őt a Maracanában ravatolozták fel, akkor az egy nemzeti gyásznap volt.
És Garrincha nagyon nagy játékos volt, kétszeres világbajnok, és de hát Pelénél nagyobb nem volt, és azt hiszem, hogy Pelével Brazília történelmének egy darabja búcsúzik. És én láttam egy fiatal embert, aki zokogott a híradókban, zokogva nyilatkozott, egy tizenéves gyerek, akinek a nagyapja látta személyesen Pelét. És a gyerek teljesen meg volt döbbenve, és hát látszott rajta, hogy kit vesztett Brazília, és hát szerintem az egész világ, szerintem a világ futball történetének legnagyobb alakját. Hegyi Ivánnak köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és együtt emlékezhettünk. Szívesen.